Na, szóval láttuk, hogy mindenkinek ismételten én Stormilk, és a mai videóban kértétek tőlem, pontosabban ennyi, mert egy néző kérte tőlem, hogy csak már pár szót a Streamelements-es hűségpontokról, hogy működik, mit hogyan kell beállítani, stb. Úgyhogy most ezt fogom nektek nagyjából így elmagyarázni. Összesen nagyon fontos, hogy hogy mindenféleképpen a bal oldali menüt kell nézni. Ha ez megvan, úgy itt találtok annak, hogy loyalty. Egy loyalty. Hiszen annyira loyalty settings. Na most ez a loyalty beállítások, ezek mit tartalmaznak, vagy mit foglalnak magukba. Ugye, Currency Name. Ez azt jelenti, hogy te milyen nevet adnál meg a te az összegeknek. Akkor vagy fokhagyma. Mindegy. Ugye, amount. Ide olyan számot kell beírni, hogy te mennyi pontot szeretnél, hogy adjon a bot az embereknek, miközben téged néznek. Egy időben, természetesen, ez egy időben történik. Ez azt jelenti, ugye, hogy tehát mennyi legyen a bónusz, hogyha bekövet. Ugye itt bónuszok is vannak. Tehát ő mondjuk kap óránként, nem is tudom, vagy 20 percenként tegyük fel 15 pontot, és ami be is követ, akkor még 40 pontot is kap pluszba mellé. Ezt mellékesen hozzáfűzném, hogy ez messze nem olyan jó, mint a Twitch-es hűségpontrendszer, csak az, hogy a Twitch-es hűségpontrendszert az csak érdekelt státusztól lehet úgymond igénybe venni, ami nekem nyilván még nincs meg, úgyhogy én is kénytelen vagyok még előre a Streamelements-es hűségpontrendszert alkalmazni. Ugye tip bónusz, ez azt jelenti, hogy mennyi legyen a pont, ha például támogat téged. Akkor ugye mennyi legyen a bónusz pontja az illetőnek, hogyha hoztol téged. Na most a hoztat azt úgy kell érteni, ha például te készülsz abba hagyni a streamet, a közvetítést, akkor a Twitch-en van olyan lehetőség, hogyha te beszeretnél úgymond kisebb támogatással köszönteni egy csatornára, akkor te megfogod és a csatorna nevét itt a linkbe kimásolod, és beilleszted a saját Twitch csevegő ablakodba, vagy csevegő keretedbe. Most megmutatom a sajátomat, tehát például rámész a csatornádra, és akkor ide ebbe a kis rubrikába kell beillesztened a csatornának a nevét, és akkor beírod, hogy per host, és akkor csatorna név, és akkor már hostolod is. Na most, hogyha ezt nálad minden néző kb. 5 néző megcsinálja, akkor 5 néző kap 30 pontot bónuszban. Ugye ignore, ez azt jelenti, hogy kik azok a felhasználók, akiket te nem szeretnéd, hogy kapjanak pontot. Én itt javarészt a botokat állítottam be meg magamat, úgyhogy lényegében ezt jelenti. Ugye a leaderboard, hát az annyit akar önmagában. Ugye nekem itt volt egy névváltoztatásom, úgyhogy nekem a napjáraton 15.000 pontom lenne. De én a saját pontomat azt majd úgyis fogom resetelni, szóval úgyis majd lesz megint egy névváltás. Vissza I am Stormira. Szóval itt látható, hogy kik azok az emberek, akiknek, vagyis hát, hogy te gyakorlatilag mennyi pontjuk van.
És akkor ugye a végére érünk, itt is vannak. Rengeteg ember van, akinek nálam vannak, van pontja, úgyhogy ja. Na mindegy. Stream Store. A Stream Store-ban találhatom egy mindenféle olyan item, vagy gyakorlatilag egy szolgáltatás, ami hát hogy mondjam, tehát amit nem lehet a streamen csak úgy megvenni. Tehát úgy értem, hogy nincs benne az infoboxban, nincs benne egy botparancsban se stb. Hanem ez az én streamelementes oldalamon van rajtam. Na most, hogy rámenjünk, hogy Open Store, akkor itt gyakorlatilag ezt látjátok. Itt minden el van magyarázva, szabályosan, ezt majd úgyis majd szerkeztem, sőt ezt most nekem legalább szerkeztem, mert el fogom felejteni, nem ezt. Ezt. Na. Egy egyedi Discord rang, igazából itt egyedi rangokat még nem nagyon találtam, bár lehet, hogy vannak egyedi rangok, várjál, mégis a rangok. Rangok. Én tényleg, hogy te már vagy valaki, de ezek szintek. Tehát ez nem olyan rang. A VIP rangot ki lehet nálam váltani, ugye hát ez 10.000 stormi pont. Discord beszélgetés, hogy tehát sok ilyen 10 perces beszélgetés, ez ilyen 200, mert nem beszélgetek mindenkivel, tehát ezt fogadjátok el, hogy egyszerűen nem... Hogy fogalmazzam ezt? Nem beszélek annyit ismeretlen emberekkel, voice chaten, mint chaten, ennyi. Meg hát giveaways, itt lehet nyereményjátékokat megadni, és így kb. Ennyit. Ennyiből állna az egész hűségpontrendszer. Örülök, hogy segíthettem. Ha lenne még bármi kérdésetek, azt nyugodtan keressetek fel Discordon, ott lesz a szerver linkem. Írhatok nekem privátba DC-n. Discordon egyébként sokkal aktívabb vagyok, mint a YouTube-on. De YouTube-on is szoktam persze írni, hogyha esetleg van valami kérdés, de Discordon ott 100%, hogy vissza fogom nézni és ott írni is fogok, mert azt minden nap szoktam állni. Úgyhogy gyerekek, legyetek jók, és szerintem mindent elmondtam, ja. Na mindegy, legyetek jók, csumi.